Nagy létszámmal és anyagiak tekintetében is stabilan működik az Atomerőmű Sportegyesület, értékelte az elnökség a közgyűlésen. Közel 1500 tagból nagyon sok olyan szabadidős sportoló van, aki évtizedek óta csinál valamit, valami értékeset, és ugye ez egy olyan erős közösség, amiben az élsport és a szabadidős sport is együttműködik. Az, hogy a helyzetünk mennyire stabil, ez egy anyagilag. Tavaly évben sikerült a Rosatomtól egy 100 millió forintos támogatást kapnunk, és azért ez egy kicsit stabilizálta a helyzetet. A várossal sikerült megkötnünk a építményadó után az emeltebb támogatási összeget, és hozzátartozik, hogy az összes szakosztály nagyon fegyelmezetten gazdálkodott. Lassan ezzel együtt felkészül arra, hogy ha elindul a építkezés, akkor itt nagyon nagy számú ember fog megjelenni. Minden szakosztályunknál vannak tervek arra, hogy hogyan tudjuk kiszolgálni megnövekedett igényeket. A 2019. évben az Atomerőmű Sportegyesület elnöksége az ASE örökös tagja kitüntetésben részesíti Csűrös Dénest. Díjakat is átadnak hagyományosan az Egyesület közgyűlésén. Csűrös Dénes a Paksi kosárlabdáért tett érdemei elismeréseként vehette át az ASE örökös tagja kitüntetést. Próbáltunk versenyt futni az időben is, mert magunkkal is. Tényleg sok játékos megfordult, volt lengyel és litván kapcsolatunk. Hát igazán meglepett, mert hát régen kiestem már ebből a dologból, hát ennek már több mint 15, majdnem 20 éve, és úgy is érezte az ember, hogy mert talán el is felejtették azt, amit az ember csinált. De ezt a meglepetésemre Kovács Balázs megkeresett, és közölt az elnökség döntését, hát örülök neki, megmondom őszintén, hogy azért még az ember eszébe jut. Az ASEM örökös bajnoka kitüntetésben Till Barbara részesült, aki most nem tudta átvenni a díjat. Barbara az általános iskolában ismerkedett meg a judó alapjaival, ahol nevelőedzője Keszthelyi László már a kezdetektől látta, hogy kitartásával, elszántságával, küzdeni akarásával kiemelkedik társai közül. Sportban, mind az iskolában, mindenhol ő eminens volt. A judóba is meg akart felelni, versenyt akart nyerni, nem szeretett kikapni, hamar megmutatta, hogy igenis tud nyerni, és hát aztán ahogy fejlődött, átkerült a Hangyácsi Laci csoportjába, ahol Antival együtt edzett tulajdonképpen, és hát fogékony volt a judóra, nemzetközi szinten igen jó eredményeket érte, sajnos kicsit korán hagyta abba sérülés miatt. A kitüntetést Till Barbarának Kovács Antal a Junior Judo Atomkupán adja majd át ünnepélyes keretek között.